Mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos gyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony, dagi, és olyan, aki néha csuklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején zödör. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat élni máskor. És lehettünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk. Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet, helyeselt Titusz. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló, ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt! Mondta Titusz, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Mocsok! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának! Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappangya fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabotyok, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszó. Mert jól hangzik, mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egérszőr íze van. Dünnyögte Titusz tele szájjal. Titusz, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is Fityirc! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel Pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tette. Gyerekek, csak nem szőrbogyót emédeltetek, ha-ha-ha-ha! Ennyire látszik. Gyakran megesik talánta. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj! Nézett rá mérgesen Pofánka. Akár harmat is, ha-ha-ha-ha! A szőr melegít a hidegben, jelmezbalban lehettek, márvá család! Ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathattok magatoknak, ha-ha-ha! De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medvének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem! Erre is van megoldás! Háromféle is! Megvárjátok a tavaszi vedlést? Kopaszkóró kérget rágtok? Vagy kipróbáltok egy varázsigét? Én a másodikat választanám! Remé! A kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől. A kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom!
Ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Uha! Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szörtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet, ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle,